Monitor Audio angol gyártónak az alapabb szériáját, mint mondjuk a Bronz sorozatot elég sokan szeretik és ismerik itthon Magyarországon. Ugye a Bronz 2-t és Bronz 6-ot ugye elég gyakran lehet jó áron, akciósan megkapni, akár szedben, akár önállóan, és árérték arányban még a teljes árukért is egy nagyon jó minőséget nyújtanak én szerintem, meg hát ugye a sok felhasználó szerint is. Viszont a Silver és a Gold, esetleg Platinum sorozat már nem annyira népszerű, vagy nem olyan sokan vesznek ilyet, ugye mivel jóval drágábbba kerülnek. Ugye a Bronz sorozat az ilyen 100-1000 forinttól indul 3-400 ezerig, és ugye ott be is fejeződött a sorozat. A Silver az meg e fölött indul, ugye a 200-300 ezeres állványos hangfalaktól a 600-700 ezer forintig, és a Gold pedig innen indul, ami most nekem itthon van, és amiről ez a videó szólni fog. Pár héttel ezelőtt került hozzám egy Monitor Audio Gold 100-as, ez a legutóbbi sorozat, itt több széria is volt már, ez az ötödik, tehát ezt úgy hívjuk, hogy 5G, mint ötödik generáció, és ez a legfrissebb példány. Az előzőnek egy ilyen ívelt kabinete volt, ez már nem, ez ilyen szabályos négyzet alakú, az ívek vagy az élek le vannak kerekítve, a tetejére kapunk egy pici ilyen bőrborításos berakást, most igazi bőre vagy nem, azt nem tudom, de egy ilyen puha tapintású a teteje, ami ad egy ilyen extra kis luxus érzetet, úgyhogy abszolút nagyon jól néznek ki. Azért nézek arra, mert non-stop hangolat nézem közben. Szóval egy elég jó, minimál, puritán megjelenése van. Több színben is kapni ezeket alapvetően. Van különböző lakkozott megoldás, teljesen szaténfehér, ami ugye nekem itthon van, és van valamilyen egzotikus fa berakásos furnér opciónk is, amelynek ilyen mély tigriscsíkos megoldása van. Az egyébként feláras, tehát ezek az alapszínek, mondjuk a fekete-fehér, az 600 ezer forint, és ez az egzotikus fa, amit ide fogok írni, csak most nem jut eszembe a színnek a neve, az azt hiszem, hogy 120 vagy 140 ezer forinttal többe kerül, tehát az már a jóval a 700 ezer forint fölé esik. Nyilván ettől a Finistől nem szól jobban a hangfal, de egy egzotikus, különleges megjelenése van, úgyhogy az árfekvése ezeknek a hangfalaknak az ez a 6-700 ezer forint. Sokan kérdezik, hogy mekkora differencia van a Silver és a Gold sorozat között. Alapvetően azt mondanám, hogy mélyek és középtartomány tekintetében nem borzasztóan nagy a differencia, van, de nem hatalmas. A legnagyobb különbséget az a magas sugárzó hozza alapvetően, ami miatt nem nagyon lehet őket összehasonlítani, mert ez az MPB magas sugárzó, ami ebben van, egy egészen más dimenzióba rakja át ezt a komplett hangzás és karaktert, amit ők nyújtanak. A Silvernél ugye ez a klasszikus dom van, amit azt hiszem a Bronznál is kapunk, olyan túl nagy varázslatot ugye nincsen, szépen finoman szól, de ez egy egészen másik irányba viszi el azt, amit így érzékelni lehet a magas szekció tekintetében. A mély középsugárzó az egy 165 mm-es kerámia bevonatos alumínium-magnézium konstrukció, amelyen egy ilyen mély sejtrács dizájnt kapunk, amely nyilván a merevségen segít. Ezen anyagok mögött pedig egy karbonrost réteg van, amely ugye tovább növeli a masszivitását, merevségét és pontosságát a hangnak. A magas sugárzat a Monitor Audio úgy hívja, hogy MPB, amely ugye ránézésre a szokás ribbon magas sugárzó. Egyébként meg egy bizonyos teszt vagy leírás szerint ez nem a tipikus ribbon konstrukció, hanem az a Monitor Audio-nak egy saját kis koncepció és fejlesztése, tervezése, úgyhogy nem egy az egyben pontosan ugyanolyan hangzásokat kapunk itt, mint amit más ribbon sugárzóknál egyébként tapasztalunk. Ezt azért is tudom bizonyítani és megerősíteni, hogy egészen más az érzete ennek, mert a mögöttem lévő kis aktív hangfal, amit nemrég szereztem be, ez egy jóval olcsóbb, ez egy 100 000 forintos kis aktív egypár hangfal, ez az ADAM Audio-nak a T5V, vagy valami ilyesmi a neve, őben is egy ribbon magas sugárzó van, egészen másképpen szól. Van valami hasonló stílus a dolognak, de nagyon más kvalitás. A másik, amihez tudom hasonlítani, ez a Daninak az Icon és az Optikon sorozat, amiben ugyancsak ugye volt egy ribbon magas sugárzó, és messze nem volt ilyen jellegű élményem, mint amit ezeknél én hallok. Ki fogok nyilván rátérni részletesen, hogy milyen jellegű finomságok vannak itt, de sokkal lágyabb, finomabb és puhább az érzeted, mindamellett, hogy végtelenül részletgazdag, mint amit más ribbonoknál eddig én hallottam. Úgyhogy ha hallottál egy ribbont, akkor nem feltétlenül kell azt gondolnod, hogy pontosan ugyanazt fogod itt is hallani, mert nagyon más érzete van a dolognak, úgyhogy lehet függetleníteni az eddigi tapasztalatoktól, maximum korábbi Gold 4G-s sorozathoz tudod valamilyen szinten hasonlítani, mert ott nyilván elég hasonló az élmény, mint ennél az 5G-nél. A hangfal egyébként hátsó reflexes, ahol ezt a szokásos Hive portot kapjuk meg, tehát egy kicsit ilyen bordázott, csíkozott konstrukció, ami ugye segít a süvítés, turbulenciát csökkenteni, nem fogsz csőhangot hallani, stb. Stb. Ezek mind jelen vannak amiként az olcsóbb szériáknál is. Na most, ezzel kapcsolatban elég specifikus tapasztalatom és élményem van, amire ugyancsak ki fogok térni, úgyhogy kezdjünk el beszélni arról, hogy milyen jellegű hangzás nyújt a Gold 100-as. Első hallgatásnál az egyik legfeltűnőbb tulajdonsága a hangfalaknak, hogy nagyon mély erősek. Tehát olyan mennyiségű öblösséget, testességet kapsz, amely szerintem bármekkora szobába is rakod be, ilyen érzeted nem lesz. Ezért is van hozzá gyárilag egy tartozékos szivacs, amivel be tudod tömni a reflexnyílásokat. Na most egy korábbi videóban említettem, hogy az a szoba, ahol én ezeket a hifi cuccokat általában tesztelgetem itthon a nappaliban, ez ugye egy ilyen 45 négyzetméter körül helység, viszont ahova én berakom a hangfalakat, beülök vele szembe a kanapéra, a legkisebb hangfal is hatalmasat szól mély tekintetében. Na most, hogyha berakunk ide egy olyan hangfalat, amely önmagában mérve is mély erős, nem csak ebben a szobában, akkor az szorzódik, és egy végtelen mennyiségű elnyomó mélyeket kapunk. Úgyhogy az én szituációm, mivel ilyen szerencsés, mindenképpen be kell tömnöm a reflexnyílást a gyári tartozék szivacsal, és ilyen sokkal kontrolláltabb, megfogottabb érzést kapunk. Még így is nagyon erős, még így is durva, és azt mondom, hogy nagyon halk hangerő mellett is egy finom, lágy, puha mélyeket kapunk. Úgyhogy a hiányérzet ilyen tekintetében szerintem senkinek nem lesz meg. Aki erre a hangfalra azt mondja, hogy neki ez a mély nem elég, az valami nagyon-nagyon szélsőséges dologra vágyik. Ez ilyen tekintetben kegyetlen stílust ad. Elektronika tekintetében egyébként azt mondom, hogy válogatós, nagyon nem mindegy, hogy mit rakunk mögé. Audiolabbel és Rega Brio erősítővel sokkal több mélyet kaptunk, még Audiolabbel is ugye, ami azt mondom, hogy elég homogén és puha, egyenletes hangja van, egyáltalán nem mély erős az erősítő, de mégis az a mély erős jegye ennek a hangfalnak ugyanúgy megvolt. Az egyetlen erősítő, aminél nem volt durván sok mélye, az a Hegelnek a H120-as, ami most pénteken este került hozzám. Most már egy jó pár órát tudtam hallgatni ugye a Gold 100-ast ezen a Hegel H120-on, és azt mondom, hogy ez az első olyan erősítő, amivel nincsenek nagyon durván erős alsó frekvencia tartománybéli elnyomások, amely az én szobámban ugye megjelenik. Más helyiségben nem feltétlenül, tehát az ilyen akusztikai problémába itt beleütköztem, viszont az elektronika nagyon durván tudja ezt befolyásolni, és nem is kicsit, tehát nem a finom hangolásról beszélünk, hanem erőteljesen nagy differencia lesz, mondjuk egy Rega Brio és egy Hegel 120 között, mély mennyiség tekintetében. A Gold sorozatnak viszont az igazi varázsa az a magas sugárzónál jelenik meg, amely olyan szintű pici, finom részleteket is olyan markánsan, és nem is erőteljesen, de nagyon jól érthetően kihoz, amitől egy végtelen gazdag élményed lesz. Azt gondolom, hogy eddig ez az abszolút kedvencem, hogyha magas sugárzóról van szó. Sose voltam az, aki egyébként így nagyon elvész abban, hogy most hogy szólnak a magas tartománybéli dolgok, milyen részletessége. Azt gondolom, talán ilyen tekintetben voltam a legigénytelenebb, és most ennél a hangfalnál kezdtem el megérteni, hogy mennyire fontos szerepe is van egy magas sugárzónak, és mennyire más fényben mutatja meg ugyanazon a zenéket, amiket már ezerszer hallottál korábban, és elsiklottál a fölött, hogy mennyire finoman, puhán, természetesen és borzasztóan részletgazdagon tud szólni, mert ezek a magas sugárzók azok, amik egy egészen más kategóriába húzzák át ezt a hangfalcsaládot, mint a Silvernél megkapunk. És a Silver egyébként azt mondom, hogy mély és középtartomány tekintetében nem nagyon marad vissza emögött, nem ugyanígy szól, de közel áll hozzá stílusban, viszont a magas sugárzó az, ami nagyon-nagyon nagy differenciát hoz a kettő család között. Egyébként a szilveszteri összejövetel itt ebben a lakásban, ezeken a hangfalakon történt a Rega Brioval. 12 órán keresztül ment a technozene, csutkára tekerve hangerőt, és mindegyik túlélte. Tehát egyébként ez egy ilyen kis visszaigazolás, hogy ilyet is lehet vele. Kegyetlen hangja volt a Rega Briónak ezzel így együtt, tehát ez azt mondom, hogy egy 20-30 ember egy házi bulit egy ilyen lerendez, úgy, hogy nulla hiányérzeted lesz, és még nem tudtok beszélgetni, olyan szintű hangnyomás van a 100 négyzetméteres lakásban, hogy ilyen jellegű tartalék van benne. Viszont az a különbség, amit a két elektronika hoz egymáshoz képest ezen a Gold 100-on, az térélményben elég erősen megjelenik. Amikor a Hegel H120-at bekötöttem hozzá, azt mondom, hogy jóval levegősebb lett. A Regával egy borzasztó nagy levegő és térérzetem volt, de azt mondom, hogy rádobott egy 20%-ot minimum ez a Hegel arra, amit ezek a Gold 100-osok tudnak, és talán ez így már jó társ egymáshoz. Nyilván lehet ez a Hegelhez egy komolyabb elektronikai hangfalat is rakni alapvetően, de most azt mondom, hogy ha mind a kettő 600 000 forint, nagyjából nevezhető egy árkategóriának a kettő, annak ellenére, hogy nyilván más termékkategóriáról beszélünk, de elég durván megnyitja a teret minden irányban. Hatalmas nagy buborékérzeted van, ami körbevesz minden egyes irányban, hogyha úgy van megcsinálva a zene. Ami ugye a Hegelnél megjelent, hogy egy jó elektronikával a mélybéli erősségét a hangfalnak azt egy kicsit lejjebb tudod húzni. Még így is be kell egyébként tömni a basszreflex nyílást, mert itt próbálgattam, hogy most ezzel a Hegellel valóban vesztettünk egy kicsi fölösleges mély mennyiséget, mert én úgy érzem, hogy túl sok. A Hegel ezt leszedi, de még mindig nem annyira, hogy kiszedjem a basszreflex nyílásból a szivacsot, és így azt mondom, hogy halkan, esténként is kapsz egy testes, izmos érzetet, de nem zavaró. Tehát nem lesz az az érzetet, hogy nagyon puffog, brummog minden. Így én számomra egyelőre egy 600 000 forintig bezárólag ez a Gold sorozat, ez brutális így az állványos hangfalak tekintetében. A Gold 200-ast is már meghallgattam. Az, amit nem tudok indokolni a mély mennyiségé miatt. Ugye, mint mondtam, 45 négyzetméter állványos hangfal, kegyetlen mennyiségű mély. Na, a Gold 200-as, én nem tudom, hogy milyen szobába való, de vagy olyanba, ahol nagyon durván elvész a mély, attól függetlenül, hogy mekkora a szoba. Tehát beülsz a hangfalakkal szembe a kis kanapéra, a székre, fotelre, és semmi mélyed nincsen, na akkor igen, akkor lehetne ilyet vegyél, hanem akkor a Gold 200-asat vegyed. Nyilván az már 1,4 millió forint, álló, gyönyörű, szép, megvan minden, ami ebben megvan, csak egy sokkal súlyosabb mély mennyiséggel, amelyet én magam szintjére nem tudok realizálni vagy idealizálni, mert mondom, ez durva így, hogy van magában. De azt mondom, hogy ez a magas sugárzó az, amit szerintem ennyi pénzért már kell adni egy jó hangzáshoz. Mezei, sima dombsugárzók szerintem nem szólnak így, nem ilyen jellegű hangjuk, sokkal többet vágnak, sokkal élesebben szólnak, nem annyira szép puhán szólaltatják meg ugyanazon hangokat, mint amit egyébként ez a MPB magas sugárzó a Monitor Audiótól eszközöl. Úgyhogy jelenleg számomra elég nagy a szerelem, nagyon élvezem is használni, úgyhogy nálam lesz még ez egy 2 hónapig szerintem legalább, utána majd eldöntöm, hogy mi lesz. A Fyne Audio F100 ez még mindig megvan egyébként, úgyhogy ezt nem fogom eladni semmiképpen, őt nagyon szeretem. Most nyilván a Hegel H120 az még itt a hétvégé erejéig marad ezekkel a Gold 100-asokkal, aztán visszakerül a Rega Brio, most a Rega Brio nálam a fix erősítő. Úgy vagyok vele, hogy így az az egyik kedvencem jelenleg, annak ellenére, hogy nem sok funkciót tud, meg külsőre nem kifejezetten tetszik, de jól szól. Úgyhogy ő az, ami fixen marad, a Gold 100-asokkal, miután a Hegelt vissza kell adnom a Hegeleseknek. És akkor utána majd hasonlítgatni fogom egy kicsit a Fyne Audio-t, meg a Hegelt is meg fogom hasonlítgatni a Fyne Audio F500-zal, hogy mit lehet kihozni egy ilyen Fyne Audio F500-ból, mert erre viszont nagyon durván kíváncsi vagyok. Úgyhogy erről is következnek majd hamarosan a videók.